Sziasztok! Ma Zénon paradoxonával fogunk foglalkozni, ami azt mutatja meg, hogy lehetetlen a mozgás. Nézzük is a konkrét gondolatmenetet. Adva van Achilleus és egy Technius, akik futóversenyt rendeznek, és hát Achilleus ad egy kis előnyt a Technusnek, mert hát sokkal gyorsabb, mint a Technius. Az a kérdés, hogy vajon mikor éri utol Achilleus a Technust. Kezdetben van közöttük 1 méter távolság. Mielőtt utolérném, el kell érnie arra a pontra, ahol már csak fél méter a távolság. Azután, ahol 1/4, 1/8, és így tovább. Ezeket a pontokat mind be kell járni Achilleusnak, vagyis végtelen sok pontot kell érintenie a Technus előtt Achilleusnak. Nézzük azt, mennyi időbe telik, amíg Achilleus érint egy pontot. Két alapvető lehetőséget különböztethetünk meg. Az egyik lehetőség, hogy nulla ideig tart egy pont érintése, ekkor viszont Achilleus azonnal utolérné a Technust. A másik lehetőség, hogyha nem nulla ideig tart, de viszont mivel végtelen sok pontot kell érinteni, akkor Achilleus soha nem éri utol a Technust. Zénon az első lehetőséget kizárta, így jutott arra, hogy Achilleus soha nem fogja utolérni a Technust, ami nyilvánvalóan egy rossz végeredmény. És ennek a rossz végeredménynek nem az a célja, hogy megmutassa, hogy nem lehet, hogy utoléri a Technust, hanem az, hogy megmutassa, hogy rossz a módszer, amivel gondolkodunk. Newton fedezte fel a kalkulust, amivel feloldható ez az ellentmondás. Hogy hogyan, azt jövő héten szerdán meglátjátok. Egészségetekre!